vasúti jármű kerékpár tengelyeken hosszabb üzem után fáradásos repedések keletkeznek, melyeket, ha idejében nem vesznek észre, mind nagyobbá válva tengelytörést okozhatnak. A repedések a kerékpárok alakja és a terhelő erőhatások természete miatt általában a kerékagy belső szélénél, illetőleg attól pár milliméterrel beljebb a kerékagy alatt fordulnak elő. Hőnfutás alkalmával gyakran a csapon is keletkeznek olyan repedések, melyeket szabad szemmel nem vehetünk észre. A hőnfutásos repedésből fáradásos repedés keletkezhet, aminek következtében a csap letöri. Az ilyen rejtett repedések felderítése eddig hosszadalmas munkával járt. Ehhez a kerékvázat először le kellett sajtolni a tengelyről. Ezután a tengelyt a vizsgálópadra helyezték, és letisztítás után a repedés gyanús helyeket vágóval megvágták. Ha valóban volt repedés, a forgács ketté vált. Ez a vizsgálati mód, amellett, hogy hosszadalmas és költséges, a sajtolási művelet miatt veszélyeztette a tengelyek épségét. Ezt az ultrahang segítségével gyorsabban és olcsóbban lehet elvégezni. A kocsi kerékpár tengely repedés vizsgálatának leggyakoribb módja a szög alatt történő besugárzás. Ennél az eljárásnál az agyülés belső szélénél lévő repedést a tengely törzséről 35-45 fokos szög alatt sugározzuk be. A visszhang a tengely palástja és a repedés által alkotott derékszögű szögtükörről tér vissza a vizsgáló fejbe. A másik a csap felületről történő besugárzás. Ennek előnye, hogy mindig csiszolt felületről sugározhatunk, tehát az energiabevitel egyenletes. Hátránya azonban, hogy nagyobb távolságról és nagyobb szög alatt kell besugározni, ami csökkenti a vizsgálat érzékenységét. Ritkán használt vizsgálati mód a tengely végéről merőleges fejjel történő besugárzás. Ez az agyülésen lévő repedések kimutatására csak akkor alkalmas, ha a repedés igen mély, mert különben az a tengely alakja miatt sugárárnyékban marad. A tengelyek gyakori betegsége a lunker. Ez a hibafajta általában a tengely középvonalában helyezkedik el, és ezért ritka az ebből származó törés. Veszélyezteti azonban a repedés vizsgálatokat, mert leárnyékolja az ultrahangsugár útját. Éppen ezért a tengelyt mindig meg kell vizsgálni lunkerosság szempontjából is. Ez a tengely palástról merőleges besugárzással történik. A mozdonytengelyeknél a repedés általában az éghoronyból szokott kiindulni, ezért a tengely homlok felületéről merőleges besugárzás ad megfelelő eredményt. Ilyenkor az egész kerületen jelentkezik a tengelyagy belső lekerekítésének visszhangja. A repedés jelének ezelőtt kell feltűnnie. Az erősen tagolt dízelmozdony tengelyek vizsgálatához más módszer szükséges, mivel a repedés a tengely végétől távolabb, az egyik horonyban szokott keletkezni. A repedés visszhangjelét a sok horonyoldalról származó visszhangjelek felismerhetetlenné tennék, ezért az impulzus futásának egy későbbi szakaszát kinagyítva vizsgálják a képernyőn. Ehhez mindenek előtt a kritikus horony távolságának megfelelő, mintegy 400 mm hosszúságú kalibráló rúd végvisszhangját állítják az ernyő nullpontjára. Ezután egy másik etalontest többszörös visszhangja segítségével megnyújtják a léptéket, hogy a horony oldalától 5 mm-re lévő repedés jelét a horony jelétől meg tudják különböztetni. Még egy nullpont ellenőrzés után megkezdhető a repedés keresés a tengely végéről. A kritikus horony oldalának éles visszhangját a skálán a hármas szám fölött látjuk, közvetlen mellette pedig a repedés jelét. Ezt a vizsgálatot a kerékpár kiszerelése nélkül is el lehet végezni.
Elektromos vonómotorok tengelyében is előfordulhatnak fáradásos repedések, amit ugyancsak ultrahanggal lehet megállapítani a forgórész szétszedése nélkül. Ultrahangos vizsgálattal a mozdony tengelyek bekötött állapotban is ellenőrizhető. Nagyszámú kerékpár esetén célszerű a vizsgálat automatizálása, melyre az ultrahangos vizsgálatok mai fejlettsége mellett már lehetőség nyílik. A vizsgálópadon szögsugárzó és merőleges fejcsoportok egyszerre helyezkednek a tengelyre. A fejcsoportok egy készüléket csatlakoznak. Vizsgálat alatt automata segítségével egymás után kapcsolódnak a készülékre. Zöld színű lámpa jelzi az éppen vizsgáló fejcsoportot, piros lámpa pedig a hibát. A fejcsoportoknak az egyes vizsgálati helyekhez történő automatikus átkapcsolása után először a csapon lévő repedéseket vizsgálják, utána a tengelytörzs lunkerosságát, majd pedig az agyülés esetleges fáradásos repedéseit. Az ilyen automatikus tengelyvizsgáló berendezéssel óránként 30 kocsikerékpár tengely teljes ultrahangos vizsgálata elvégezhető. Az ultrahangos anyagvizsgálatnak egyik legnagyobb alkalmazási területe a vasútüzemben a sínhegesztések és sínek vizsgálata. Hosszú sínes pályák építéséhez a beépítés előtt 120 méter hosszú szálakká hegesztik a 24 méteres síneket. A rossz hegesztés, amelyben hólyagok, zárványok vannak, törést okozhat. Nagyban növeli ezért a vasútüzem biztonságát, ha a hegesztéseket ultrahangos készülékkel ellenőrizzük. Hegesztés előtt automata sínvizsgáló berendezéssel válogatják ki a hibátlan síneket. Különösen szükség van erre akkor, ha használt sineket hegesztenek. Az automatán átgördülő sinek vizsgálata merőleges és szögsugárzó fejekkel történik. A két vizsgálófej csoport egy-egy ultrahang készülékhez kapcsolódik. A katód sugárcsövön megjelenő visszhangokat az automata állandóan értékeli, és repedés esetén a hibát festékszórással bejelöli a sín gerincén. A váltakozó terhelések hatására a pályában fekvő sinekben anyagkifáradásos repedések jelentkezhetnek, és ezek növekedése síntöréshez vezethet. Régebben igen nehezen lehetett megállapítani a hibát. Például a furatokból kiinduló repedés felderítése csak a heveder levétele után volt lehetséges. A sineken előforduló hibák a következők lehetnek. Heveder furatból kiinduló fáradásos repedések, melyek többnyire a sín hosszában futnak. A sínfej keresztmetszetében fekvő vese alakú repedések. A sínfejben a sín hosszirányában futó függőleges repedések. A gerincben hosszirányban futó vízszintes repedések. A pályában fekvő sinek hosszirányú hibáinak felderítése legegyszerűbben kézi vizsgáló berendezéssel végezhető. Működése a rezonancia jelenségén alapul. A hibát a készülék hangjának megváltozása jelzi. Hibafeltárási lehetősége azonban korlátozott, mert keresztirányú, közel függőleges hibák felderítésére nem alkalmas. Kiterjedtebb vizsgálatot tesz lehetővé a kézikocsiba épített sínvizsgáló berendezés. Ennél a katódsugárcsöves készüléket vágányon gördülő kocsira helyezték. Mindkét sínszálat egy időben vizsgálja merőleges és szögsugárzókkal. Saját áramfejlesztő berendezéssel és automatikus hibajelzővel látták el. A legnagyobb teljesítményt és a legalaposabb vizsgálatot
a vasúti kocsiba épített ultrahangos berendezéssel érhetjük el. A kocsi alján elhelyezett vizsgálófejek üzemközben a sinen csúsznak. A vizsgálat eredményét a berendezés katód sugár cső fénymodulációs eljárással fényérzékeny szalagon rögzítik. Indulás előtt a szalagot befűzik a jelfelvevőgépbe. A jelek felvétele mindkét sínszálról egy időben egy fényérzékeny szalagra történik. Kövessük végig az egyik sínszálon a vizsgálat folyamatát. A sinen menet közben merőleges 2x35 fokos ikerfej és 2x70 fokos fej csúszik. A merőleges vizsgálófej síntalpról visszavert sugara a katódsugárcső ernyőjén jelenik meg, majd a regisztráló katódsugárcső segítségével a fényérzékeny szalagon kirajzolódik. A 2x35 fokos ikerfejnél a síntalp által létrehozott ellenőrző visszhang ugyancsak megjelenik az ernyőn, és kirajzolódik a fényérzékeny anyakon. A 2x70 fokos fejnél visszhangot csak akkor kapunk, ha a sínfejben repedés van. Üzemközben a vizsgálófejek és a sín között lévő levegőréteg kizárását csatoló folyadék biztosítja. Indulás előtt a vizsgálófejeket beállítják a sinekhez. A két sínszál 6 vizsgálófejrendszerének ellenőrzése után megkezdődhet a pálya vizsgálata. Menet közben a sínről visszaverődő ultrahangimpulzusok megjelennek a vizsgálófejhez tartozó készülék ernyőjén, és egy időben a jeleket egy másik katódsugárcső fényérzékeny szalagra vetíti. Ez a nagy teljesítményű vizsgálóberendezés lehetőséget nyújt arra, hogy átlag 30 km óránkénti sebességgel a pályában fekvő sinek repedés vizsgálatát elvégezhessük. Az exponált fényérzékeny szalag előhívása után a kiértékelő asztalra kerül, ahol megállapítják a pályában fekvő hibás sinek helyét és a hiba jellegét. Ennek alapján intézkednek a törésveszélyes sínszála kicserélésére. Amint láttuk, az ultrahangos vizsgálat alkalmazása rendkívül fontos a vasútüzemben, ahol a repedésekből származó törések elhárításával nem csak jelentős anyagi kártól, hanem súlyos szerencsétlenségektől is megvédi a vasutat.